Edzenek az adai AFK U17-es labdarúgói, ebben látszólag semmi különös nincs, de ha jobban megnézzük, van köztük egy kakukk tojás, vagyis egy lány, Budai Emese. 7 évesen apukám is ugye már ugye focizott, és én 7 évesen nagyon megtetszett a foci, és én is otthon fociztam a testvéreimmel, és így én is elkezdtem focizni. És hát tehetségem hát olyan 8-9 évesen már elkezdtem jobban játszani, és így eldöntöttem, hogy ez lesz a karrierem. Látott az mindjárt az elején már a mozgásából, a labda érzékéből, hogy bizony ott van, és tehetséges. Tehát, hogy kell vele foglalkozni, és jöttek gyorsan az eredmények is. Már olyan téren, hogy technikailag elég jó, gyorsan fejlődött. Adán ekkor még nem volt megszokott látvány, hogy egy lány a fiúkkal rúgja a labdát. Emese annyira úttörő ebben, hogy az édesapját is ő vezette be a női foci világába. Itt Ada szintjén, hát annak számítok, mivel rajtam kívül nincsenek lányok, csak kisebb óvodások vannak, ők ott vannak, de most kezdték, szóval. Előtte egyáltalán nem követtem, meg nem is igazán tudtam, hogy létezik Szerbiában női labdarúgás. Ami viszont egy nagy hibának tartok, ugye, mert ez nincsenek az emberek eléggé tájékoztatva. Mint általában a legtöbb női labdarúgó, Emese is fiúk között játszva kezdte a pályafutását. Anyukájával Szabadkán élt, és ott az ottani Champions klubban, aki női és férfi klub is, lányok között tudott edzeni. De viszont azt megjegyezném, hogy 12 éves korig ugye a lányok fiúk együtt versenyeznek, tehát nem volt szétválasztva egyáltalán 12 éves koráig a lányok fiúk. Az utcán fociztam, és az edző látta, hogy focizok, és így mondta, hogy menjek edzésre, és én szerettem is volna, és az volt az első olyan csapat, ahol le voltam igazolva, és ott játszottam női csapatban. Ez 2012, tehát olyan 11-12 évesen. Elejében nagyon fura volt, nagyon furcsa volt, mert persze a fiúk azok jobban odaléptek, meg erősebbek is voltak fizikailag, aztán a lányoknál egy kicsit más volt, de ott is könnyű volt beilleszkedni. Hát a Champions után, miután újra visszakerültek Adára, akkor elkezdett itt a fiúkkal edzeni. Pionír meccseket már nagypályán itt kezdte el játszani, azelőtt Szabadkán csak kereszt pályán játszott, az úgynevezett Football 7-be. És amikor elkezdte a nagypályán a játékot, utána hát ugye több irányból is felfigyeltek rá, akkor már a vajdasági válogatottba is meghívót kapott, ahol 3 alkalommal szerepelt Stara Pazován, ahol a válogatott vajdasági lányok mérkőztek meg a szerbiai csapatokkal, többi csapattal. Tehát a szerb déli, szerb nyugati és a Beograd körzeti csapat, tehát 4 csapat van Szerbiában, akik így minden évben megmérkőznek Pazován. Emese később szerb válogatott is lett, majd pedig következett a karrierje eddigi legnagyobb lehetősége. A Ferencvárosnál próbajátékon vett részt. Apukám testvérének volt ott ismerőse, és így el tudott egy próbajátékot rendezni nekem, és én elmentem próbajátékra, és így ezen keresztül. Utaztunk Budapestre, és egy edzésen részt vett, ahol hát meg voltak elégedve, de viszont kérték, hogy majd még azért menjen el. Azután megtörtént, 3 napig ott volt Pesten, épp egy olyan időszakban, amikor az elcsapattal, tehát a lányokkal tudott edzeni, az FTC nagy csapatával, és akkor kapta meg ugye a zöld utat, hogy regisztráljuk le, tehát hogy menjen át Ferencvárosba. A múlt nyáron kellett volna, hogy már csatlakozzon a Ferencváros csapathoz, csak sajnos májusban történt egy szerencsétlen mozdulat egy edzésen, és elszakadt a keresztszalagja a jobb lábán, és így sajnos nem tudott csatlakozni a Ferencvároshoz, mivel tudtuk, hogy ezt, ha szeretné komolyan folytatni a focit, akkor meg kell műteni, az nélkül nem működhet. Szeptember 1-én meg is műtötték Belgrádban, és hát egészen decemberig ugye rehabilitációkon vett részt, erősítette lábát, stb. Csak ott januárban kezdett el
már futkározni, utána pedig, hát most már februárban már labdás gyakorlatok, most meg már úgy látszik, hogy edz is azzal, hogy még nem vehet részt ilyen ütközésekben, még nem játszhat meccseket. A keresztszalag szakadás minden labdarúgó rémáma, de Emese hősiesen állja a sarat, teljes erőbedobással dolgozik azon, hogy felépülése után csatlakozzon a zöld-fehér klubhoz. Fiatal kora ellenére vállalta, hogy a családjától távol folytatja pályafutását. Ez igazából nem volt egyértelmű, mert volt a választás között Vojvodina Újvidéken, tehát vagy oda, vagy a Ferencvárosba mentem volna, de inkább Ferencvárost választottam, és hát azért, mert a körülmények is egyenlőre ott most jobbak, és valahogy az ott jobban megtetszett a külföld, mint itt itthon. Most már nem akarjuk feladni ezt az évet, így most itt edz velünk, és befejez az iskolát, és utána júniustól, ahogy megkezdődik a felkészülés a Ferencvárosba, akkor csatlakozik hozzájuk. Tartsuk a Ferencvárossal kapcsolatot, állandóan érdeklődnek Emese iránt, hogy hogy alakul a helyzete. Tehát várják, már azt is mondták, hogy tavasszal jó lenne, ha egy-két meccsre felutazna, amint már lehetséges. Ezt majd most még meglássuk, attól függ, hogy az ő lába is, hogy ítéljük meg, hogy mennyire lehetséges ez. Van egy régi Champions-os csapattársam ott, Szara Vignyevic, és ő is nemrég lett leigazolva a Ferencvároshoz, és vele még nem beszéltem így, hogy milyen ott kint a Fradinál, de ott a ferencvárosi játékosokkal beszéltem, és ők mondták, hogy Szara beilleszkedett is, hogy jó neki ott. Mondhatjuk azt, hogy nem csak Magyarország, hanem a régió legnagyobb női klubja, a Ferencváros. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy oda kerültél, de a távlati céljaid mik? Hát igazából először, hogy oda kimenjek, és ott beilleszkedjek, elhelyezkedjek, és ott is meglegyen a pozícióm, és ott is biztosra menjen minden, és aztán majd meglátjuk. Nem tudom még előre. Azt viszont kijelenthetjük, hogyha Emese ilyen elszántsággal folytatja a munkát, fogunk még hallani róla. Mi megígérhetjük, hogy a pályafutása további állomásairól is beszámolunk.